Üdvözöllek! Az interneten barangolva könnyen megesett, hogy egy idegen nyelvű oldalra kerülünk. Ez tipikusan az angol szokott lenni, persze előfordulhat más nyelv is a magyaron kívül. Ilyenkor, hogyha valaki legalább alapszinten érti az angolt, akkor számára nem lesz ez túl nagy probléma, de még ebben az esetben is előfordulhatnak olyan szavak, amelyek ismeretlenek. És hát nyilván azok számára, akik még alapszinten sem beszélnek angolul, ez nagyobb problémát jelent. Ez esetben talán a teljes weboldal fordítása a legcélra vezetőbb. Ebben a videóban ezekre nézzünk meg két lehetőséget. Ezen a weboldalon egy olyan kiegészítőt tölthetünk le, Firefoxhoz és Chromehoz is, amelyekkel egy-egy rövidebb szövegrészletet, kijelölt szövegrészletet tudunk majd lefordítani. Látható, hogy rögtön itt van Download Firefox. Most én a Firefoxban vagyok, de mint mondtam, ez Chromehoz is elérhető. Akkor download, és akkor a hozzáadásra kéne kattintani. Telepítés. És akkor ez meg is történt igazából. És látható, itt megjelent ennek az ikonja. Hogyha esetleg nem jelenne meg, akkor itt a kattintunk, jobb egér gombbal, és testre szabás. És ha itt nem jelent meg, akkor elvileg itt ebben a listában lenne. De látható, hogy nekem már itt van. Amúgy ezt de vissza lehetne húzni, látható. De most visszarakom ide. Aztán kilépés a testre szabásból. Először is kattintsunk erre, és itt a settings-t válasszuk ki. Tulajdonképpen ez így jó, ahogy van. Van ez a dupla klikkes fordítás, ezt megmutatom, de ez nem feltétlenül annyira nagyon jó, ha engedélyez van. És akkor itt van, hogy ilyen működjön a fordítás. Angolról mire fordítson? Hát nem oroszra, hanem magyarra. És akkor talán így ennyi. Elmegyünk egy weboldalra, ahol van angol nyelv. És ha meg volt korábban nyitva, akkor célszerű egy F5-öt nyomni, frissíteni. És akkor nézzük meg, hogy működik-e. Kijelöltem egy szövegrészt, Shift-T. Igen, látható, hogy most ez így már működik. Méghozzá a news, az magyarul hírek. Itt amúgy meg is tudjuk hallgatni. Hát magyar esetén ennek sok értelme mondjuk nincsen. De itt van a Play Original. Ez már talán egyre érdekesebb. Illetve itt a Google Translate-en is megnézhetjük, de most ezt kihagynám. De egyébként ezzel lehet hosszabb szövegeket is fordítani, mondjuk kijelölöm ezt, aki tudom, így, és Shift-T. Látható, hogy szépen lefordította a teljes kijelölést. Aztán van ez a dupla klikkes, csak ezt kéne találnom egy olyan szöveget, ami nem linkként működik. Mondjuk ezt, dupla klikk, és látható, rögtön betölt a fordítás. Mondjuk ez akkor nem jó, hogyha szoktál így szövegrészleteket kimásolni, hogy dupla klikkelsz egy szóra, akkor ez így zavaró tud lenni. Most én ezt ki is kapcsolnám, itt a beállításokban, amúgy itt elérhető továbbra is, settings. Kattintok rá, és akkor ez kikapcsolásra került. Illetve helymenüben is be tudjuk ezt építeni. Dupla klik, jobb egérrel kattintok rá, és akkor itt van, hogy fordítás. Hát aki szeretné, ez engedélyezze. Attól függően, hogy ki melyik megoldást részesíti előnyben, a billentyű kombinációt, vagy pedig a jobb egeres megoldást. Mind a kettő most már így akkor használható, látható. Ez a Chromehoz is elérhető egyébként. Megmutatom, de ott már nem fogom telepíteni, a használata tulajdonképpen teljesen ugyanaz Chrome-ban is. Itt van Download Chrome. És akkor itt hozzá lehetne adni, de most ezt kihagynám. Aztán persze előfordul az is, hogy egy teljes oldalt szeretnék mi fordítani. Hát ez a Chrome esetén nagyon egyszerűen megy, ugyanis jobb egérrel kattintunk egy olyan helyre, ami nem link vagy ilyesmi. Tehát egy üres helyre, és akkor fordítás magyar nyelvre. Ez gyakorlatilag tökéletesen működik, mármint technikai szempontból. Nyilván a gépi fordítás, az automatikus fordítás az nem minden esetben tökéletes, meg véletőleg még jó pár évig nem is lesz az. De hogyha valaki nem tud angolul, akkor ez mindenféleképpen úgy gondolom, hogy elég nagy segítség. A Firefox azért nem tudok olyan megoldást, ami ennyire jól működik, mint a Chrome esetén, mert amúgy, ha most itt járkálunk az oldalon, akkor látható, hogy ez automatikusan le is fordítja rögtön, itt is. Nem tudok róla, hogy a Firefox lenne ilyen megoldás, de azért egy némileg hasonló megoldás létezik.
Van itt egy ilyen kiegészítő, hát ennek az a neve, hogy Translate webpage at Google. Hogyha ezt begépeled egy keresőbe, nem szeretnéd ezt a linket begépelni, akkor igazából úgy is meg fogod találni. Itt van rögtön a legelső találat. És akkor hozzáadás ehhez Firefox. Telepítés. És ennyi. És akkor mondjuk megint elmegyünk a BBC weboldalára. Jobb egére kattintunk, és Translate this webpage at Google. És látható, hogy ez igazából semmi más nem csinál, csak annyit, hogy a translate.google.com weboldalt megnyitja, és ide ebbe a dobozba beilleszti a linket. És ebben az esetben, hogyha egy link van ebben a szövegdobozban, akkor a teljes weboldal fordításra fog kerülni. Ezt amúgy át is állíthatjuk akár angolra közvetlenül a nyelvfelismerés helyett, ez pedig magyarra, majd fordítás. És látod, hogy már is megtörtént a fordítás. Hát igen, az oldal az nem lett egészen tökéletes ebben az esetben. Egy előnye azért megvan, hogy így járkálhatunk az adott weboldalon, és mindent le fog fordítani, csak hát ez nem teljesen 100%-os. Természetesen, hogyha mi azt csináljuk, hogy translate.google.com és ide beillesztünk egy weboldalt, illetve annak a linkjét, fordítás, akkor így is le tudjuk fordítani. Hát igen, ebben az esetben egy kicsit szebb lett a végeredmény. Tehát azért Firefoxban is megoldható, ez csak kicsit körülményesebben, mint a Chrome-ban.